Történelmi időket élünk, és nem lehet tudni, hogy a történelem melyik forduló pillanatában ítélkezik azok fölött, akik csak politikát csinálnak, és nem történelmet. Írta a két világháború közötti évtizedek magyar politikusairól egy kommentátor. Szinte kísérteties, hogy ez a több mint fél évszázados mondat milyen pontosan fejezi ki azt a szerepzavart, amivel ma az országot irányító kormánypárti politikusok küszködnek reménytelenül. Antal József és kormánya történelmi fordulóponton vette kezébe az ország irányítását, történelmi feladatok megoldását vállalta és ígérte. Mára viszont politikai energiáit a tévé és rádió műsorszerkesztés és kommentálás köti le. Politikát, pontosabban szólva műsorpolitikát csinálnak, miközben elszáll kezükből a történelem. Mindezt pedig olyan történelmi küldetéstudattal végzik, amely lehetetlené teszi számukra, hogy a szó valódi értelmében politikát csináljanak, azaz gyakorlati megoldásokat adjanak azokra a problémákra, amelyekkel az ország lakóinak nap mint nap meg kell küzdeni. Az ország közvéleményét az elmúlt hetekben az MDF alelnökének szélső jobboldali zászlóbontása és pártjának felháborodást keltő tétova állásfoglalásai foglalkoztatták. A hírhetté vált politikai pamfletről, a kormányzó párton belül tenyésző veszélyes nézetekről, ezek politikai következményeiről, az országnak okozott kárról már elmondtuk a parlamentben, amit gondoltunk. Érthetetlenek ránkoztak és rettentek meg sokan Magyarországon és külföldön azok után, ami történt. Tisztelt megjelentek! Most először arról fogok beszélni, ami a történtek után is bizakodásra adhat okot. Az ország tekintélyes része visszautasította az MDF alelnökének felkérését. Nem óhajtott kétes kimenetelű flörtbe kezdeni olyan eszmékkel, amelyek a 20. század során egyszer már a megsemmisülés szakadékának szélére sodorták a magyar államiságot. A szélső jobboldal térnyerése ellen tízezrek vonultak utcára. Mindez arról tanúskodik, hogy sokan átlátták, vagy inkább csak a zsigereikben érezték, hogy itt és most nem tévés szerkesztő vagy rádióműsorok sorsa a tét, hanem életük békés kereteinek fenntartása, az emberek magánéletének védelme, hétköznapi céljaik megvalósításának lehetősége. Kiderült, hogy a szélső jobboldal ebben az országban legfeljebb csak utcai rohamcsapatokra támaszkodva kísérelhetné meg a politikai hatalom megszerzését, ám választásokon, amelyek során a többség dönt az ország sorsáról, nem lehet semmi esélye. És ez az elmúlt hetek egyik legfontosabb tanulsága. Kudarcot vallott Antal Józsefnek a szélső jobb megszelidítésére kigondolt elképzelése is. A miniszterelnök úgy vélte, talán német példákra támaszkodva, hogy a jogállami alapelveket már akkor elutasító szélső jobboldal féken tartásának legjobb eszköze, ha azokat saját pártján belül próbálja ellenőrzés alatt tartani. Ez a taktika nem volt eleve bukásra ítélt, de nagy kockázatokat rejtett magában. A veszélyeket elkerülendő, a miniszterelnök még azt a parlamentális demokráciákban merőben szokatlan lépést is megtette, hogy kivonta kormányát saját pártjának befolyása alól. Tette ezt abból a megfontolásból, hogy amennyiben a koalíciós pártokban meghatározóvá válik a radikális jobboldal, az ne érinthesse kormánya politikáját és mellesleg az ő személyes pozícióját. Így történhetett meg az, hogy a miniszterelnök legelső kommentárjában nem az alelnökétől való elhatárolódást tartotta szükségesnek, hanem annak leszögezését, hogy a kormány felelősségét senki nem veheti át. Ez a mondat, talán mondanom se kell, nem az ellenzéknek, hanem saját pártjának szólt. A bűvészmutatvány azonban nem sikerült. A miniszterelnök úr nyúl helyett nagy vadat talált a kalapban, és most a radikális jobboldal erői rohamléptekkel masíroznak a legnagyobb kormánypárt centruma felé. Ma már tudjuk, hogy mindez egy évvel ezelőtt még megelőzhető lett volna. Az MDF-ben és a párt szimpatizánsai között akkor még sokan voltak olyanok, azokon kívül is, akik most nyíltan megszólaltak, akiket taszított a radikális jobboldal térnyerése. Ezek az emberek azonban elmulasztották a kedvező időpontot a megszólalásra. Inkább a késő kádárkor jól ismert értelmiségi magatartását választották. Bármilyen hibát követett is el Antal József, bármennyire kirajzolódtak is politikájának vészterhes következményei, nem emelték fel hangjukat mondván, hogy utána csak rosszabb következhet. Bagatelizálták az MDF-en belüli szélsőségekkel kapcsolatos veszélyeket, miközben sunyi szalámi taktikaként bélyegezték meg azokat, akik felhívták figyelmüket az alelnökükkel való együtthálás szükségszerű politikai következményeire. Abban bíztak,
hogy mindaddig nem lehet baj, amíg a nagykormányos ott áll a fedélzeten. Hát, nagy baj lett. Hölgyeim és uraim, mit kell tennie a Fidesznek az ország ilyen helyzetében? Először is készen kell állnunk arra, hogy a többpárti demokráciát fenyegető veszélyekkel szemben jöjjön az akár balról, akár jobbról, összefogjunk a demokratikus politikai erőkkel, legyenek azok bármelyik pártban is. Ma a demokráciára leselkedő veszélyt komolyabban kell vennünk, mint ahogy tehetik ezt a nyugat-európai politikusok, mert a parlamentáris demokráciát ma Magyarországon nem csak a politikai élet margóján gyülekező erők veszélyeztetik, hanem, mint láthattuk, a kormánypárti politikusok és politikai csoportosulások is. Személyesen átélve az eltelt több mint két esztendő szinte minden politikai rezdülését, azt kell mondjam önöknek, hogy ennek az országnak a sorsát csak egy polgári középerőkből álló kormány tudja megnyugtatóan kézbe venni. Olyan polgári, liberális kormány, amelyet a felhalmozott feszültségek nem rettentenek vissza az állam további visszaszorításától, amely nem enged sem egy jobb, sem pedig egy baloldali, etatista gazdaságpolitika csábításának. Csak egy ilyen liberális kormány látszik alkalmasnak arra, hogy megértesse és elfogadtassa a polgárokkal, hogy a privatizáció lehetőség, hogy meggyőzze őket arról, hogy minden olyan nagyon várt intézkedés, legyen szó nyugdíjról, gyedről, családi pótrékról vagy munkanélküli segélyről, csak akkor lehetséges, ha előteremtettük hozzá a szükséges pénzt. Márpedig pénz csak piacgazdaságban terem, pénz és piac pedig nincs a pénzforgatáshoz értő vállalkozók tőkések nélkül. Egy liberális kormány képes lehet arra, hogy kíméletlenül szembeszálljon a fejét már nálunk is egyre gyakrabban felütő rasszizmussal és idegengyűlölettel. Hogy megértesse és elfogadtassa a polgárokkal, hogy nem lehet ember és ember között különbséget tenni származásuk, bőrszínük, kultúrájuk és vallásuk alapján, mert ez ellenkezik minden civilizált országban követett írott és iratlan jogelvvel és erkölcsi szabálya. Ma úgy látom, hogy csak egy polgári középkormány lesz képes arra, hogy alternatívát nyújtson a radikális jobboldal nacionalizmusával szemben. A radikális jobboldal nemzetiségi politikája patetikus magyarkodásban, hazafias frázisokban és a környező országokkal szembeni kultúrfölény hangoztatásában merült ki. Eljött az ideje, hogy kimondjuk, az MDF alelnöke és támogatói visszaélnek a nemzeti retorikával, és valójában nemzetellenes politikát folytatnak. Amit ők ma itt Magyarországon állítólag a határainkon kívülreket nemzetiségeink érdekében művelnek, annak Eszéken, Pozsonyban és Kolozsvárot a magyarok isszák meg a levét. 1990-ben a demokrácia megszületése fölötti örömünkben egy pillanatra úgy éreztük, hogy korosztályunk szerencsés csillagzat alatt született, és most gyorsan megszabadulhatunk a múlt terheitől. Két év múltán sötétebben látunk. A jelenlegi kormány tehetetlensége már az utánunk következő generáció jövőjét is beárnyékolhatja. Ha az 1994-es választásokon nem sikerül átvenni az MDF-től a kormányrudat, akkor hosszú időre sútba dobhatjuk minden reményünket. A liberális politika előtt ma semmilyen legyőzhetetlen akadály nem áll. Úgy látom, hogy együtt vannak egy szabad elvi kormányzás előfeltételei. Éppen ezért politikai felelősségünk óriási, csak mi magunk játszhatjuk el esélyeinket. Köszönöm, hogy meghallgattak.